Go ahead, make my day. Go! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket innen a Hungaroringről, ahol immáron 12. éve kerül megrendezésre az Evo Neo gyorsulási versenysorozat. Idén március 22-én egy kicsit rendhagyó módon és zima időben került megrendezésre ez a verseny, hiszen lóg az esőlába, talán még hó is várható, azonban nagyon jó fogunk szórakozni. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a Magyar Motorsport Szövetségnek köszönhetően rendhagyó módon került megrendezésre a verseny, mint ahogy látható nappali fénynél kerültek sorra a motorosok, akik sajnos nem tudtak versenyezni, ugyanis esett az eső. Viszont a box utca végén láttam egy nagyon jó kalibrát, amit gyorsan meg tudnánk nézni, illetőleg be fogunk tekinteni a driftelések közé, és aztán visszajövünk gyorsulni. Jó szórakozást! Gyönyörű szép narancsága Opel Calibra előtt állunk, és kérdezem a tulajdonos, hogy mit kell tudnunk az autóról. Ez egy 91-es gyártású Opel Calibra, amit egy 4 éve vásároltam, egy teljesen gyári fapados változatban, tehát akkor még piros volt, egy-két helyen szétrohadva, vagy inkább volt olyan hely, ahol nem rohadt, aztán ez azóta folyamatosan épülget. Mi volt az első munkálat, amiben belekezdtél? Elsőben? Szétszedtem darabokra, és elvittem a lakatoshoz, hogy csináljon vele valamit, mert egyszerűen szörnyű volt. Ha jól gondolom, és nézem az autónak az elemeit, hát elég kevés az, ami még fémből van. Igen, tehát ami úgymond teljesen fém, ami nem kapott üvegszázsborítás még részben sem, az a tető és a csomagtartó. Az ajtóban is igaz, hogy ilyen 20-25 centis sávban van csak, de végül is van benne műanyag. És a műanyag munkálatokat az kivégezte? Azokat én végeztem otthon egy nagyon kicsi garázsban, tehát amikor bal oldalát csináltam, akkor jobbra álltam, ha jobb oldalát, akkor pedig balra, mert eléggé szűkös volt a hely. Ha jól gondolom, akkor ez a lökhárító nem jön szembe az utcán, csak ezen az autón. Hát elméletileg nem, tehát ugyanez nem. Van cég, aki gyárt hasonlót, tehát ez is ugye internetről lett kinézve, de jó pár ponton módosítva lett, hogy tényleg ne legyen ugyanilyen. A karosszélia kapott egy szép színt, erről mit kell tudni? Ez egy Audi 3 rétegű gyöngyház metál narancsárga fényezés. Hát és miért pont ez a szín? Hát ez jó, ezzel sokat fasziláltam, ez volt az első döntés, aztán miután már a festék meg volt, nem volt visszaút, úgyhogy maradt ez. Gondolom a belső kialakítás is ehhez lett igazítva, hiszen látom, hogy a belső burkolatok, a műszerfal és a kárpitozás is hasonló flokkolást kapott. Igen, tehát első ajtókárpitban dupla hangszóró kiemelés lett csinálva, és az áloszlopra is egy csipogó beültetést készítettem, majd ezt leflokkolták narancssárgára. Ha már tartunk a csipogónál, akkor a zenéről egy pár szót. Hát a zene az kezdetben, még most egy alsó kategóriás rendszer úgymond, tehát Mac Audio rendszer az egész, úgymond a legalapabb, tehát végül is. Jó lenne egy jobbik, de az nagyon sok pénz. Gondolom ez még a további fejlesztés célja lesz. Hát nagyon szeretném. Tehát szó volt róla, hogy demo autót valaki megcsinál belőle, de olyan összeget mondott rá, hogy annyi pénzért annyit nem ér. Hogy egész évben ugráljak neki, és akkor menjek ide-oda, úgyhogy az inkább maradt az, hogy saját pénzből, és akkor most egyelőre egy olcsó kategóriás készülődik benne. Maradjunk még a belső kialakításnál, jól látom, akkor a bőrözés is egyedi.
Igen, hát relatív egyedi, tehát a Székesfehérvárról küldték, ami érintben csak üléshúzat, de a Superb Skodákban készítenek ilyet, és az alapján lett ez is elkészítve. Gyorsulási futamon nem veszel részt, csak kiállításra hordod az autót. Igen, igen, elsősorban. Tehát gyorsulásra semmi értem, mert nehezedett akaszni jó pár kilóval az üvegszáltól. A motoresztető talán könnyebb lett, ahogy az üvegszálból van, de az összes többi elem az sokkal nehezebb emlék. Tehát meg oda nem ilyen ott, nem ilyen kocsival kell kiállni, hanem egy picit komolyabban. Ha jól látom, azért a futóműven is lett változtatás, kicsit meg van ültetve az autó. Hát igazából ültetve olyan nagyon nincsen, egy nagyon minimálisan, de a gátlók lettek részben felkeményítve, hogy ne érjen bele a sárvédőbe. 17-es alufelni van rajta, ami egy Alassio Spider típusú alufelni, 2540-es gumikkal rajta. Így szép az autó, tetszetős kívülről, belülről, gyorsulni nem fogsz vele. Mi a cél az autóval? Hát igazából az, hogy kiállításon végre talán nyerjek valamit, mert ahol eddig voltam, ott mindig valami hazai versenyző nyertem meg igazából félig gyári kocsival. Hát igazából ennyi, hogy egy kis elismerést kapni érte. Akkor mielőtt az elismerésbe learatnád, mutatkozzál be, légy szíves. És amúgy abban vagyok, Vászlóatyámból érkeztem, és egy Opel Kalibrán van. Még egy utolsó kérdés, mennyinél tart összegben most az autó? Hát nagyjából olyan 2 milliót súrolja. Tehát az, hogy alulról, felülről, azt nem tudom, mert már nem számolom régóta, tehát fölösleges. Úgyhogy... A végső cél az tulajdonképpen a csillagos ég. Hát végül is a csillagos ég, valahol jó lenne kiszállni belőle, tehát talán eladni, hogy kezdjék egy újat építeni, de amíg nem jön ez a bizonyos vevő, addig folyamatosan épül és szépül a kocsi. Szép, gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen.